Cseh Katalin, Momentum Európai Parlamenti képviselője a gyermekvédelmi törvény ellen tervez egy akciót Brüsszelben. Kapcsoljuk Zsigó Robertet, a Fidesz frakció vezető helyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az biztosan látszik már, hogy a gyermekvédelmi törvényt korábban is nagyon sokat támadták, és az is előrejelezhető, vagy várható, hogyha további szigorítást tervez a kormány, és ezt meg is szavazza a parlament, akkor további támadások érik majd emiatt a magyar kormányt, és az unión belül sokan kritizálják ezt. Felkészültek ezekre a támadásokra? Ki lehet ezt védeni? Jó estét kívánok, üdvözlöm a Hír TV nézőit. Muszáj volt felkészülnünk, mert amikor uh, korábban elfogadtuk a gyermekvédelmi törvényt, amelynek az volt a célja, hogy mindenképpen megvédjük a szülőknek azt a jogát, hogy a gyermekeiket ők nevelhessék, és hogy ne engedjük be az LMBTQ propagandát az iskolákba és az óvodákba, azóta folyamatosan különböző támadások érnek bennünket Brüsszelből, de azért a. Legutóbbi megdöbbentő és felháborító eset, ugye sokan emlékeznek rá, hogy egy általános iskola alkalmazottja azzal dicsekedett, hogy ő kiskorúakra hajt, ö, és hogy egyébként őt ne nagyon merje senki ezért számon kérni, mert akkor a soros szervezetek majd megvédik. Ez újra felszíre hozta azt a témát, hogy mindenképpen szigorítanunk kell a gyermekvédelmi törvényt, a, ez a munka folyik, ez egy bonyolult és sokrétű jogi munka, és azt tervezzük, hogy őszre a parlament elé kerül ez az anyag, de elmondtuk már akkor, Kocsis Máté frakcióvezető úr a kezdett frakcióérés után, hogy arra számítunk, hogy valóban kemény támadások fognak bennünket érni, de nem fogunk engedni ez ügyben, azt gondoljuk, hogy... A gyermekvédelmi törvény az fontos. A gyermek szent és érthetetlen. Ebben az ügyben Brüsszelnek kell engednie, hogyha ebben konfliktusunk van Brüsszel. Konfliktusunk van Brüsszel. Igen, de közben például az Európai Parlament képviselői folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy ez homofób kirekesztő ez a törvény, és hogy sokkal inkább át kellene adni bizonyos jogköröket Brüsszelnek, illetve korlátoznák a magyar kormánynak a cselekvési terét, vagy cselekvési lehetőségeit, annak érdekében a gyermekeket megvédje, vagy a nevelésben meghúzom bizonyos vörös vonalakat, amiken nem lehet átlépni. Akkor hogyan lehet ezt az álláspontot tovább védeni, amikor folyamatosan ösztűz alatt tartanak minket? Folyamatosan a törvény elfogadása óta félre értelmezik és félre magyarázzák, kik ki a saját száj, szájjegyze szerint ezt a törvényt, de még egyszer mondom, a törvénynek a legfontosabb célja az, hogy megadja és megőrizze, megvédje a szülőknek azt a jogát, hogy a gyermekeik sorsáról ők döntsenek, a gyermekeiket ők neveljék. Ráadásul az elején említette Cseh aki ugye nyilvánosságra került egy olyan levelezés, amelyben a, az európai parlamenti képviselőtársait arra kéri, hogy a tagországok csatlakozzanak a Magyarország elleni e, európai bírósági ügyhöz, e, vagy eljáráshoz. Cseh Katalin nem is csak velünk vitatkozik, a kormánypártokban erős szándék van abban, hogy szigorítsuk ezt a törvényt, hanem azzal a több mint 3,7 millió emberrel, aki tavaly, amikor az országgyűlési választásokkal egy időben gyermekvédelmi népszavazást tartottunk, akkor egyértelműen elmondták a véleményüket erről, egyértelműen ki kiálltak 3,7 millióan azért, hogy a szülők joga megmaradjon és hogy megvédjük a gyermekeinket. Nem velünk van tehát vitája csak Katalinnak, hanem ezekkel az emberekkel, a magyar emberekkel. Azért az is pontosan látszik, hogy a gyermekvédelem kérdése mellett a háború az, ami rendkívüli módon megosztja az európai közvéleményt, az unió döntéshozói is, nagyon sokféle véleményen vannak, viszont a fegyverszállítmányok, a szankciós politika továbbra is folyik, ha lehet így fogalmazni. Most Orbán Viktor Emel a Macronnal a tárgyal a Párizsban, de azért az, az látható, hogy az unió vezetése eltökélet, hogy pénzt és fegyvereket adjon továbbra is Ukrajnának. Ennek hol lehet ön szerint a vége? meddig lehet támogatni Ukrajnát ebben a véres háborúban? Hát nagyon nehéz megmondani, hogy ennek hol lehet a vége, hiszen nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Több mint egy esztendelje folyik Oroszország és Ukrajna között a háború több százezer ember áldozatot követelhetett, és óriási gazdasági kára is vannak. És azt látjuk, nem véletlen, hogy a fideszesek és a az országgyűlés elé terjesztette egy békepárti határozati javaslatot, mert azt látjuk, hogy az európai államok többsége nem a békén, hanem a háború folytatásán dolgozik. Ugye az Európa par... Európai Parlament elnöke is Ukrajnában az egyik városban tett látogatásán felszólította az Európai Uniós tagállamokat, hogy fegyverek szállítsanak, még nagyobb számban szállítsanak fegyvereket Ukrajnába. Mi azt gondoljuk, hogy azt az energiát, amit ma európai vezető politikusok a háború fenntartására fordítanak, azt a béke elérésére kellene fordítaniuk, hiszen mielőbb fegyverszünetre, mielőbb béketárgyalásokra és mielőbb békére van szükség. Mert minél később lesz meg a béke, annál nagyobb lesz az emberáldozat, ráadásul annál nagyobbak lesznek a gazdasági károk. A békepárti határozati javaslat az éppen arról szól, hogy Magyarország kiáll a béke mellett. Azt szeretnénk, hogyha az országgyűlésben ez nagy többséggel lenne elfogadva, de azt látjuk, hogy a baloldali pártok mindenféle mondva csinált okokkal ki akarnak bújni az arról, hogy ezt támogassák, amit sajnálunk nagyon. És azért az uniós pénzügyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Magyarország nagyon régóta vív küzdelmet a neki jogosan járó uniós források kapcsán. Nagyon sok határidő elhangzott, nagyon sok újabb és újabb feltétel támaszt a bizottság, miközben Ukrajna rendkívül sok segét kapott már eddig is, fegyvertámogatást, pénzbeli támogatást. Ön szerint az elképzelhető, hogy valóban ezekből a különböző kohéziós alapokból Magyarország nem kap végül pénzt, hanem esetleg Ukrajnának juttatnak még több pénzösszeget vagy segélyt? Ugye ezeknek az uniós forrásoknak a, az a része, amely Magyarországot illeti meg, az nekünk jár, az nem egy könnyű adomány, azt nem valakinek jó szándékkal meg kell ajánlani, ez Magyarországnak jár, és mindent el fogunk követni azért, hogy ezeket az uniós források, ezekhez az uniós forrásokhoz hozzájussunk. Az Európai Bizottság, a brüsszeli bürokraták az elmúlt fél esztendőben több Célzott kérést is megfogalmaztak, mondhatjuk követelésnek is Magyarországgal szemben, az országgyűlés ezeknek eleget Akkor újabb kéréseik voltak ezeknek, ismét eleget tettünk. Minden olyan kérést, amelyet az Európai Bizottság felénk megfogalmazott, azt megtettük. De látszik, hogy az Európai Uniós, az Európai támadások azok egyrészt a gyermekvédelmi törvény miatt, másrészt pedig a békepártiasságunk miatt le van. Nem fogunk engedni egyikből sem, ki fogunk állni a gyermekek védelme mellett, és ki fogunk állni a békepártiságunk mellett is. Nem fogjuk megengedni, ezt többször elmondtuk már, hogy háború párti politikusok Magyarországot belesodorják a háborúba, hiszen Magyarország érdeke ez, a magyar emberek biztonsága ezt kívánja. Zsigó Róbert, köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm!